Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntelek titeket, és mindenkinek csodás estét szeretnék kívánni. Mi más is lehetne jobb egy szombat esti exkluzív horror videónál? Hát nem sok minden, az biztos. Szóval most akkor itt is vagyunk, és elhoztam nektek egy Dark Web-es horror animációt, ugyanis az előző ilyesfajta videó baromira tetszett nektek, illetve nekem is. Szóval itt is van a következő, elvileg ez nem igaz történet alapján készült, de aztán ki tudja, hogy valakivel a világon ez az egész nem történt-e meg. Na de hogy vajon mi, az derítsük is ki, és akkor kezdjünk is bele! A számítógépének a fényes kijelzőjét bámulta, a szemei már nagyon el voltak nehezedve, már több mint 5 napja ébren van. De mégis miért? Miért kínzod magad? Hát az baromira nem egészséges. Mennyire fáradt lehet már? Hogy mi? Már 28 játékos meghalt. Van egy olyan érzésem, hogy mivel horror story, meg dark webes, nem a játékbeli karakterük halt meg, hanem kajakra a játékosok. Írja a chatbe, hogy nem szeretne meghalni. Hát megértem, senki se szeretne. I'm not so sure you will. There's only the two of us left. I can't keep this up much longer. Nem vagyok benne biztos, hogy meg fogsz halni. Most már csak mi maradtunk ketten. De én már nem bírom sokáig ezt az egészet. De miért versenyeznek, hogy mégis ki maradt tovább ébren? Mi ez az egész? Hát most meg fogjuk tudni, ugyanis van most egy visszatekintés 5 nappal ezelőttre. A játék baromira egyszerű. Egy verseny, hogy kimarad tovább ébren, és a győztes annyi pénzt nyer, hogy élete végéig elég lesz. Tisztára olyan ez az egész, mint hogyha valami Mr. Beast-es kihívás lenne, azzal a különbséggel, hogy ez sokkal, de sokkal durvább, és az életük múlhat rajta. Hogy? Meg hogyan halt meg az a 28 ember? Azt mondja, hogy ez egy tökéletes alkalom számára, hogy erre az egészre benevezzen, meg is hívták őt, méghozzá egy Dark Web fórumon keresztül a jelentkezéshez meg is kellett adnia a Bitcoin tárcájának a címét, hogy majd ha esetleg nyer, akkor odautalják neki a bitcoinokat, azaz a pénzt. Még eléggé sötétben tapogatózunk, és nem sok mindent tudunk erről az egészről, de szerintem az a 28 ember nem abba halt bele, hogy nem aludtak 5 napig. Baromira káros az, de szerintem ennyien abba nem halnának bele. Azt tudom, hogy a nem tudom hányadik nap után már idegrendszer károsodásaid lennének elvileg, meg agykárosodásaid, na de ennyien szerintem nem halnának bele, ugyanis, hogyha jól tudom, a legtöbb időt ébren egy ember 11 napig töltötte. Szóval szerintem lesz itt valami csavar, és aki elalszik, azt mondjuk valahogy megölik, vagy nem tudom, tippelgetek csak. Na de itt is vannak a szabályok, amik nem szólnak máshogy, hogy mindenkinek a webkamerája, aki részt vesz ebben a játékban, illetve a mikrofonja, legyen bekapcsolva mindvégig az egész verseny során. Nem mehetnek el fürdőszobai szünetekre. Nem már, haver! Szóval 5 napja ott ülnek egyfolytában a gép előtt? És akkor hogyan végzik el a dolgaikat? Hát, nem tudom, hogy ezt szeretnénk egyáltalán tudni. Nem szabad felkutatni a többi versenyzőnek a tartózkodási helyét. Mondom, hogy itt lesz valami, de mégis hogyan kutatná fel, amikor el sem mehet a gépe elől? A negyedik szabály pedig az, hogy csupán egyetlen egy nyertes lehet. Hát gondolom, hogy akkor a túlélő. És ahogy látjátok, fel is szerelkezett mindenféle kajával. Ó, és most már akkor tudjuk,
hogy hogyan végezte a dolgait, ugyanis ott volt egy vödör is, el is kezdődött akkor az egész verseny, rá is kattintott a linkre, amit kapott. Az összes versenyzőnek, ha rákattintott a nevére, láthatta a webkamera képét. Két nap alatt már 7 ember el is tűnt és kiesett a játékból, ő pedig addig elfilmezgetett, elcsillezgetett, meg beszélgetett az egyik ellenfelével, aki egy kanadai egyetemre jár, és nagyon, de nagyon jól jönne neki az a pénz. Ez a haverja mondta neki, hogy nézd már meg, az az arc mindjárt bealszik. Ő pedig egyből rá is kattintott a felhasználó nevére, és nézi, hogy a szeme már kezd lecsukódni, és mindjárt a végén ki fog akkor esni. Jaj, de gonoszak! Kinevetik, hogy egy lépéssel közelebb vagyunk már a győzelemhez. Békésen el is aludt. Hát, te már nem fogod megnyerni azt a pénzt. Hirtelen felébredt, teljesen bepánikolva. Hát ez egy normális reakció. Most jött rá, ugye, hogy veszített, és hogy nem fog nyerni. Kiabált, és a teste szinte irányíthatatlan volt számára, majd pedig az orrából meg a füléből vér folyt ki, és meghalt a számítógép előtt. Látjátok? Ezért aludjatok. Ha nem alszotok, úgy jártok, mint ő. De ez vajon az alvás hiány miatt lehet? De miért vérezne az orra tőle? Meg a füle? Hát nem tudom. Na nézzük tovább. Hát, ha ezek ki fognak derülni. Mennyire sokkoló lehet egy ilyet élőben átvészelni, hogy az egyik versenytársuk verseny közben meghal. De akkor is nagyon, de nagyon fura nekem. Szerintem pár nap alvás hiány miatt nem hal meg valaki így. Miért vérezne? Nem függ össze ez az egész. Volt egy svéd versenyző is, ő is elaludt, majd pedig hirtelen kinyílt a szeme, és felébredt, és ő is teljesen be van pánikolva. Ugyanolyan reakciói vannak neki, mint az előző személynek. Biztos vagyok benne, hogy valamit csináltak ezekkel az emberekkel. Megpróbálták figyelmeztetni a többi versenyzőt, hogy nagyon, de nagyon vigyázzanak magukra. Ő is felpattant a székről, elkezdett futni, majd pedig meghalt. Hogyan? Valami nagyon, de nagyon durva fordulat lesz itt. Mi történik velük? Vagy lehetséges, hogy már annyi ideje vannak ébren, hogy ezeket csak beképzelik maguknak? És igazából az ellenfeleik nem is haltak meg, bár nem hinném. Szerintem az egész verseny szervezői csináltak valamit velük. Lehetséges, hogy mondjuk egy chip beléjük van ültetve? Vagy mi? Mi ez az egész? Nem értem. Meg fogunk halni mi is, nem? Azt hiszem, hogy csak a nyertes fogja túlélni ezt az egészet. El is telt 3 nap, ők pedig időközben megpróbálták felvenni a kapcsolatot a nagyvilággal, hívogatni embereket, e-mailezgetni, de valahogy mindenki le volt tiltva nekik. Valami pszichopata embernek az elmebeteg játékába kerültek akkor. De hogy mégis, hogy csinálja ezt az egészet? Hogy valaki elalszik egy másodpercre szinte, majd pedig, miután kinyitja a szemét, teljesen megőrül és meghal,
Arra én még nem jöttem rá. I were the only players left, keeping each other awake as we searched in despair for a way out. I already ran out. Próbáltak valami kiutat keresni, és már csak ők voltak ketten, akik éltek és akik játszottak. Lewis, no, wait the... I called out. Majd pedig arra lett figyelmes, hogy a másik csávó már nem nagyon irogatott meg semmi. He had already died. És meghalt ő is. Fel is villant egy felirat, hogy gratulálunk. Te vagy a nyertes. 29 ember meghalt, ő pedig rengeteg pénzt nyert. He was a good person up until the end. I'm so... Megpróbálta felkeresni ennek a csávónak a szüleit, akivel összehaverkodott ez az öt nap alatt. I wish it had been me. Nagyon sajnálja, és bárcsak ő halt volna inkább meg. Ez az egész nekem még mindig nem tiszta, hogy most akkor vajon az alváshiány miatt haltak meg, vagy pedig volt még valami kis sunyiság mögötte, és valamit csináltak velük, de egyszerűen nem tudtak volna semmit se. Hát mit csináltak volna? De akkor is két nap alváshiány miatt meghal valaki. Annyira kevésnek tűnik nekem az. Oké, hogy baromira egészségtelen, de szerintem nem kéne abba belehalni a senkinek. Várjatok, utána googlizok ennek az egésznek. Itt is van. Csináltak egy kísérletet, a rekord 11 nap ébrenlét, és a kísérletben résztvevő alanyok 8-10 napig tudtak ébren maradni. Ha valaki nem alszik 72 órán keresztül, érzelmeinkre is hatással van, depresszió, szorongó hangulatunk lehet miatta, paranoiás állapotba kerülhetünk. Hát nem tudom, nekem ez az egész olyan megválaszolatlan maradt így a végére, de akkor gondolom, hogy az alváshiány miatt haltak meg. Írjátok le a komment szekcióba mindenféleképpen a ti tippjeiteket, a ti véleményeteket erről az egészről. Na de akkor ennyi is lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, illetve az Instagram oldalam, plusz a webshopom is, firmitas.hu, ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg. És akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem. Már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről, akkor mindenféleképpen gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan. Addig is, szevasztok!